A pályázat részleteiről a Katasztrófa Védelem megyei szóvivője adott tájékoztatást. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság Szikrától a Hamuig című alkotói pályázata középiskolások és általános iskolások részére lett kiírva. Ezt országos szinten meghirdették minden megyében, két fordulója lesz egy megyei, majd azt követi egy országos, ahová a megyei három legjobb jut tovább. A célja az egész alkotói pályázatnak az, hogy a tűzoltók munkáját egy kicsit kiemeljük, hogy közelebb hozzuk őket, mint ugye azokat, akik a mindennapjaikban az emberek életét és biztonságát próbálják fenntartani és megóvni. Négy kategóriában lehet pályázni, az egyik egy plakát, mely lehet kézi rajz, lehet számítógépes grafika, vagy akár fotó, illetve lehet egy 15 másodperces hanganyaggal, vagy 30 másodperces kisfilmmel is nevezni a versenyre, és ha valakinek van kedve, akkor még számítógépes alkalmazást is készíthet. A pályázati anyagokat május 29-ig lehet beküldeni az igazgatóságnak a címére, illetve személyesen is be lehet hozni. Ezekhez szükség van egy hozzájárulási nyilatkozatra a szülőtől, gondviselőtől, hogy a pályázati anyagok megjelenhetnek, ezt a honlapunkról lehet letölteni. A legjobb alkotásokat majd Budapesten is láthatják az érdeklődők. Egy rövid időre a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában ezeket kiszokták állítani, legfőképpen azokat, akik ugye ott országos szinten is első helyezettek, de általában azért a többi is megjelenik.